350. nap. Ma sok hír érkezik a Donetsky régióból. Az ukrán, a brit és az amerikai hírszerzés egyetért abban, hogy az oroszok a hétvégére tervezték a nagy offenzív hadműveletük megindítását. Addigra az oroszok arra számítottak, hogy káoszt teremtenek a frontvonalon az ukrán védelem összeomlásával Bakhmutban vagy máshol. Az oroszok azonban több kulcsfontosságú ukrán állás előtt elakadtak, amelyek azzal fenyegetnek, hogy aláássák és teljesen tönkreteszik az összes orosz tervet. Az orosz parancsnokság a határidő betartására törekedve elrendelte, hogy Donbassban minden ukrán állást megállás nélkül támadjanak, de nézzük, hogy ez a parancs milyen eredménnyel járt a fronton. Ami FDIFKA térségét illeti, legutóbb már elmondtam, hogy az oroszok meglepték az ukránokat azzal, hogy a befagyott vízen keresztül indítottak támadást, ami lehetővé tette számukra, hogy megtámadják az ukrán védelmi vonal leggyengébb pontját és ellenőrzésük alá vonják a település keleti részét. A következő három hétben az oroszok megpróbáltak észak és nyugat felé terjeszkedni, de mint mindig, most is rendkívül lassú a fokozatos előrenyomulás Andívka irányába. Orosz források arról számoltak be, hogy lehetőségeiket ebben a térségben intenzív ukrán tűzérségi tűz korlátozza. Ráadásul, ha megnézzük a topográfiai térképet, láthatjuk, hogy a település előtt két domb van. Pontosan itt próbáltak az oroszok a lehető leggyorsabban bevonulni az Avdívka bekerítési művelet részeként. Azonban a dombok, a kiterjedt lövészárkok, az Avdívka csoport fő utánpótlási csomópontjához való közelség, az ukránok által a frontvonal stabilizálására kijelölt több csapat, valamint a meglepetés erejének hiánya miatt az oroszoknak nem sikerült áttörniük a következő védelmi vonalat és elakadtak. Ma az oroszok új tervet dolgoztak ki, és intenzív támadásokat indítottak az egész Avdiivka fronton. Megtámadták az ukrán állásokat Pervomaiskénál, Kamianka, valamint Vogyane, Opitne, sőt maga Avdiivka előtt is. A támadások irányából ítélve egyértelmű, hogy nem azt tervezték, hogy máshol törik át az ukrán védelmet. Az oroszok fő célja az volt, hogy szétszórják az ukrán csapatokat, amelyeket Sziverne közelében összpontosítottak. Ez egy nagyon költséges taktika, mert Afdiivka frontális megtámadása egyszerűen öngyilgos küldetés, de az oroszok megengedhetik maguknak, mivel rengeteg mozgósított katonát helyeztek át Dombászba. Az egyik dolog, amit az ukránok tesznek azért, hogy ne engedjék az oroszoknak, hogy minden erőforrásukat felhasználják, az az, hogy logisztikai problémákat okoznak a folyamatos HIMARS csapásokkal. Azzal, hogy folyamatosan megsemmisítik a frontvonalhoz közeli lőszerraktárakat, rövid távú hiányt teremtenek, és arra kényszerítik a támadó egységeket, hogy adagolják és tartalékolják a lőszert, amíg a következő utánpótlás meg nem érkezik a távolabbi tartalékokból. Ma az ukránok újabb csapást hajtottak végre, és megsemmisítettek egy lőszerraktárt Donetskben a volt mozi épületénél. A régióról szóló legutóbbi tudósítás óta az ukránok következetesen a régió fő logisztikai csomópontjait és bázisait veszik célba: Ilovályskot, Harcsikot, Makívkát és természetesen Donetsket. Ami Vuledár területét illeti, az ukránok visszaszerezték a kezdeményezést. Legutóbb arról számoltam be, hogy az ukránok sikeresen kiszorították az oroszokat a keleti falucskából, és az oroszok sikertelenül támadták meg a szénbányákat is. Azt is elmondtam, hogy az ukránok Vuledárban inkább passzív pozíciót foglaltak el, tisztán védekező pozícióban voltak, míg a legtöbb támadást a szénbányák területéről indították. Most arra a helyzet tovább javult, és a Vuledári ukránok aktívabbá váltak. Az oroszok nem adják fel, és továbbra is folyamatosan bevetik erőiket a keleti falucska ellen. Ezeket a támadásokat a mezőn keresztül kell indítani, ezért az oroszok a következő taktikát kezdték alkalmazni. Sok kisebb gyalogsági csoportot küldenek, hogy minél messzebbre jussanak a fák mentén, majd több gyalogsági harcjárművet küldenek a füstleple alatt, hogy még közelebb építsék ki állásaikat. Eddig ez egyirányi út volt. Az ukránok egyszerűen tüzérségi tűzzel elárasztják őket, majd egy rohammal felszámolják a többit. Orosz források megerősítik, hogy az ukrán ellentámadások száma megnőtt. Ukrán források szerint az orosz erők akár 30 páncélozott járművet is elvesztettek az ellentámadások és a hozzájuk kapcsolódó csapások során. Néhány forrás nemrégiben olyan felvételeket és képeket tett közzé, amelyek megerősítik az ukrán csapásokat és ellentámadásokat. Összefoglalva az orosz parancsnokság valószínűleg elrendelte, hogy folytassák a Vulladár elleni támadást, annak ellenére, hogy úgy tűnik kifogytak az életképes taktikákból. Mivel az oroszok több tízezer mozgósított csapatot helyeztek át a frontra, egyértelműen nagy veszteségeket engedhetnek meg maguknak. A fő céljuk az ukrán védelem áttörése legalább egy helyen. Az oroszoknak azért van szükségük egy szakaszos frontvonal összeomlásra, mert ez arra kényszeríti az ukránokat, hogy a tartalékaikat felhasználva próbálják stabilizálni a frontvonalat. Amint az ukránok nem rendelkeznek tartalékokkal, az oroszok meg akarják indítani a fő támadó hadműveletüket de egyelőre Vuledár, Avdivka, Bakhmut és Szíverszk továbbra is tartja magát, miközben az oroszok kifutnak az időből, hogy még az esős évszak előtt támadást indítsanak. Az időablak folyamatosan záródik, ami arra kényszeríti az oroszokat, hogy naponta több ezer elesett és sebesült katonát áldozzanak fel csak azért, hogy megfelelő feltételeket teremtsenek a régóta várt támadó hadműveletükhöz. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő jelentésben.